Napsütés, szabadság és vizsga. A kánikula ellenére a megnövekedett szabadidőt kihasználva többen jelentkeznek járművezetői vizsgára, mint az év többi részében. A létszám 2-3-szorosa az átlagosnak. Persze a vizsgáztatók is igyekeznek felkészülni erre, hiszen a képzés ütemét is úgy igazítják a várható vizsgaidőponthoz, hogy a tanuló vezetők a lehető legfelkészültebben üljenek a volán mögé. Csúcsidőszak a nyári időszak, elsősorban a szünet miatt, hiszen a fiatalok többsége 17-18 éves korban meg kívánja szerezni a B-kategóriás jogosítványt. Ezért az iskolák többségében intenzív tanfolyamok vannak, már akár reggel 8 órától, mint nálunk, és 7 nap alatt meg tudja szerezni azt a jártasságot, az elméletet befejezi, és ezt követően 7-10 nap alatt elméleti kresszvizsgát tehet. Mivel a gépkocsikban és az oktatótermekben is kellemes a hőmérséklet, a tanulók teljes tudásukat és figyelmüket a kresszre fordíthatják. Sőt, van egy másik tábla is, nézzen csak meg! Azt jelenti, hogy főútvonal, igaz? Akik már magukba szívták a megfelelő tudásanyagot, azok a vezetői vizsgán bizonyíthatnak. Főleg Budapesten bizonyos hosszú átfutású a vizsgák ideje, főleg a forgalmi vizsgái, ez Győrben egyáltalán nem tapasztalható. Tehát ugyanaz a 10 nap, 2 hét alatt lehet vizsgahelyet foglalni, a felügyelőség, vezetői, munkatársai tényleg látva emberfeletti munkát végeznek, és biztosítják azokat a normális feltételeket, hogy hátrány a tanulókat ne érje. A vezetői engedély megszerzése során kiemelt figyelmet fordítanak a technikai tudásra, így a parkolás is prioritást élvez a képzés során. Ez pedig a jövő közlekedésére lehet pozitív hatással.